Márkó Márkovics, a világhírű trombitás, Bobán Márkovics fia és együttese varázsoltak balkáni hangulatot szombat este Szekszárd főterére. A koncert ideje alatt teljesen megtelt emberekkel a Béla Király tér. Rengetegen voltak kíváncsiak a város második legnagyobb éves rendezvényére. Napközben gyerekeknek, családoknak szóló programok várták a pünkösdölőket. Halász Jürit közel 30 éve énekli magyar költők verseit a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Csiribiri című előadása csokorba fogja egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait. Azokat a verseket, amelyeket én értékesnek találok, azokat a költőket, akiket szeretek, azokat én nagyon szívesen megismertetném a gyerekekkel dalformájában, és azért dalformájában, mert a dalokat a gyerekek könnyebben tanulják, jobban szeretik hallgatni. A pünkösdi hal és vadünnep záróakkordját Nagy Feró és a Beatrice szolgáltatta. A nemzet csótányaként is ismert zenész a színpadon még hozza a kőkemény rockert, a híres baboskendő viszont már csak a zsebében van meg. Azt mondja, az évek alatt megbocsátóbb lett, és ma másképp nézi a világot, mint a 80-as években. A 20. század megítélése szerint csak bajt hozott a magyarságra, ezért, ahogy a műsor címe is hirdette, nem a szívek közepe a korszak. Sikertelen volt a 20. század. Tehát annyi rossz történt velünk, ami Mohács óta nem. De most mondhatom, hogy a 21. század minden reményeim szerint, nem csak reményeim szerint, hanem úgy is látszik, hogy ez a magyarok évszázada lesz. A pünkösdi hal és vadünnep országosan is egyre népszerűbb fesztiválnak számít. A pünkösd az éppen háromnapos hír, hogy Gyémánt Városmarketing díjjal rendelkező fesztiválja most már a városnak. Ez a harmadik egyébként a Hári János és a születőnapok mellett. A pünkösdi hal és vadünnep 4 napja alatt összesen több 10 000 ember fordult meg a rendezvények helyszínein.